Advent. A várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. Pilinszky János Hitünk titkairól című írásának részletével köszöntöm Önöket, kedves adventváró tapolcaiak, kedves vendégeink, Tapolca város önkormányzata és az adventi ünnepség sorozatot szervező Tapolca Kft. Tamási Áron művelődési központ nevében. Köszöntöm mindazokat, akik itt vannak a téren, és köszöntöm azokat is, akik a világhálón keresztül élőben figyelik az itteni eseményeket. 15 éve annak, hogy először nyílott meg a Betlehem kapuja itt a város szívében. Minden napok sietős feladatai közepette megállásra késztett bennünket most is. Így van ez az idén is. Megnyílott a kapu mindannyiunk örömére. És természetesen mától itt lesz az állatsimogató is a főtéren, hogy megkönnyítse, megvidámítsa várakozásunkat, vágyakozásunkat az iránt, ami biztosan eljön, ami a miénk. Tisztelettel kérem fel Dobó Zoltán polgármester urat, hogy szavaival nyissa meg az adventi ünnepség sorozatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, szeretet és tisztelettel köszöntök minden megjelentett Tapolca város önkormányzatának nevében. Tisztelt és szeretettel külön köszöntöm a történelmi egyházak képviselőit, és szeretném először is megköszönni minden kollégámnak, hogy ahogy az előbb hallottuk, már hosszú-hosszú évek óta az időjárástól függetlenül mindig megrendezik ezt az eseményt nekünk, tapolciaknak. Az elmúlt néhány év minden tekintetben rendhagyó volt. Rendhagyó volt, hogyha csak a közelmúltat nézzük a háborús események miatt, rendhagyó volt a gazdasági események miatt, és természetesen rendhagyó volt a világjárvány eseményei miatt. Nagyon sok mindent újra kellett tanulnunk, újra kellett gondolnunk, és nem volt egyszerű otthagyni a régi szokásainkat, a régi elképzeléseinket, és nem volt könnyű alkalmazkodni az új kihívásokhoz. De mégis azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, és talán a legfontosabb, hogy legbelül a hitvilágunk, a hitünk, az egymásba és magunkba vetett bizalmunk, és abban a több ezer évben, amit keresztényként ért az emberiség, mindig bele lehetett kapaszkodni. A mai nap is arról szól, hogy ezeket a hagyományokat követjük, ezeket a hagyományokat ápoljuk, hitünkben, lelkünkben elmélyülünk egy kicsit, és megpróbáljuk átélni, végig gondolni mindazt, mi történt velünk ebben az évben, és mit remélünk a jövőtől. Én azt kérem mindenkitől, hogy a saját gondolatai mellett engedjen teret a közösségi gondolatoknak is, a családnak, a még nagyobb közösségnek, a nagy családnak, és annak a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy Tapolca. Bízunk és reméljünk. Bízunk abban, hogy legalább olyan évünk lesz, mint amilyen volt, és reméljük, hogy azok a nehézségek, akik megtaláltak minket, megtalálták a családjainkat, azok nem csak minket kerülnek el, hanem minden jóra való és minden szeretetben élő embert. Ha ezekben a gondolatokban tudunk várakozni, és tudom, hogy nehéz, de néha-néha azért egy kicsit szakadjunk el az anyagi világtól, vagy az anyagias világtól. És keressük meg azokat a kapaszkodási pontokat, amit nem csak az anyagban, hanem talán egy kicsit az emberi kapcsolatokban, a szeretetben, a családi kötődésben jobban ki lehet fejezni. Sokszor kívántam már, de most is azt kívánom záró gondolatként mindenkinek, hogy keresse meg gyerekkora legszebb emlékeit, legszebb színeit, legszebb illatait, és azokkal a felidézett érzésekkel megtelve és eltelve, abban a szeretetben, amit gyerekkorában talán a leginkább kapott, ezzel menjünk bele a várakozásba, elsősorban az emberi kapcsolatok és a családi kapcsolatok terén. És azt kívánom Önöknek, hogy sokosodjunk szellemben és lélekben, itt mi együtt Tapolcán. Köszönöm a figyelmüket. Advent.
csend van. Nincs hang, csak lélekbeszéd. Adventi csendben lehullok, Uram, eléd. Adventi csendben csak hitem kisméce ég. Adventi csend van. Körülöttem mély a sötét. Adventi csend van. Készül-e, mondd a szíved. Adventi csendben gyümölcsöt, hoz-e a hited. Adventi csendben szunnyadsz tán, lámpát sem ég. Adventi csend van. Ébredj, jön a remény. Kedves ünneplők! A Történelmi Egyházak képviselőit kérem szolgálatra. Színpadra hívom Csonka Nándor esperes plébános atyát, Honthegyi Zsolt evangélikus lelkészt, a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia kórusát, vezényel Fekete Gábor kántor. Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit. János evangéliumának 14. fejezetéből a 18. verset olvasom. Jézus így szól, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Uram Jézus Krisztus, te azt akarod, hogy várjunk téged. Taníts hát meg várni. Taníts meg a te szent pillanatodra, a te idődre várni. Hogy legyen időm téged hallgatni. Legyen bátorságom hozzád imádkozni. Legyen erőm neked engedelmeskedni. Hogy rátaláljak az útra, amelyiken követhetlek téged. Uram, taníts meg a másik emberre várni. Hogy legyen időm őt megkeresni. Legyen bátorságom megismerni, legyen erőm rajta segíteni, hogy rátaláljak az útra, amelyiken találkozhatom vele. Uram, taníts meg szent igédre várni, hogy legyen időm átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm felelni rá, hogy megtaláljam az utat hirdetésére, hogy beteljesedhessék rajtam, ha te úgy akarod. Uram, mutasd meg nekünk, hogy lehet a kapukat szélesre tárni ezen a világon. Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik hozzád tartoznak ma és mindörökké. Advent idején szembe jön velünk, földi vándornak öltözötten. Ünnepvárásunk országútján, lélekterhelő nagy ködökben. Gyertya kell, égő, tiszta lángú, szívderítgető éjszakába, hogy meg ne csalja virrasztásunk neon reklámok tarkasága. Gyertya kell, égő, szelíd lángú, és kéz, mely magasra tartja, és egy másik, aki segítsen, ha annak elfáradt karja. Gyertya kell, sok kis égő gyertya, és lángokat hordozó kezek, hogy amikor szembe jön velünk,
el ne kerüljük őt, emberek. Amen. Advent van, a várakozásnak, a készületnek az ideje. És ezen a vasárnapon kezdődik el egyházi évünk új reményekkel, új lehetőséggel, és a hívő ember, az Istenhez tartozó ember krisztusi módon szeretne élni. Ezt a krisztusi módot pedig éppen a várakozásban majd megszülető isteni gyermek hozza el. Hiszen az ige megtestesül, az ige teste tölt, emberi alakba lép az emberi világhoz. Miért? Hogy egészen közel legyen hozzánk, és emberi szóval az emberi szívet valóban érzékenyé tegyem. Krisztusi módon szeretnénk élni. Egyházi évünk lezárásakor az a Lukács evangélium hangzott el, és abból egy mondat, amit szeretnék most megosztani a kedves itt lévőkkel, mely így hangzik, hogy ég és föld elmúlik, de az én igéim soha el nem múlnak, mondja az Úr. Ha krisztusi módon akarunk élni, akkor igen, ez az ige, amely örökké megmarad, erre az igére kell nekünk építkezni. Építkezni életet, építeni családot, közösséget, és egyáltalán a világunkat. Krisztusi módon szeretnénk élni. Hiszem, hogyha az Isten igéje ilyen közel jön hozzánk, emberi alakot ölt, emberi szóval szívünkre beszél, akkor ennek a szónak gyümölcsöt kell teremnie, életté kell válni az életünkben, és hiszem, hogy megszületik bennünk az ünnep, hogy szebb, jobb, békésebb világunk lehet. Kívánok mindannyiuknak nagyon szép készületet, várakozást, éberséget, virrasztást, hogy majd a fények vezetve, hogy a fények majd vezessenek az igazi és valódi ünnephez, karácsonyhoz, Jézus születéséhez. Karácsonyvárok, kérem, hogy hallgassák meg Farkas Máté 7. A osztályos tanulónak, a Bacsányi János tagintézmény diákjának szavalatát. Mentovics Éva, advent. Állomport hintett a tájra a tél. Fenyvesek ágain hűs szél zenél. Hófelhőt bolyhoz fenn későn korán, s átsuhan didergő falvak során. Benéz a házakba, s mit lát vajon?
gyertyafényt ünnepi szép asztalon, parázsló kályhákat, s asztal felett számtalan imára kulcsolt kezet. Szemekben sóvárgást, hitet, reményt, várják, hogy megváltónk indul felénk, s megérint vidám és bús lelkeket, hogy átír majd haragot a szeretet. Suttogj most te is egy csendes imát, kérd, tisztává válhasson majd a világ. Koldusnak, szegénynek kérj új esélyt, fázónak meleget, sötétben fényt. Hisz parányi remény még él bennetek, betegnek gyógyulást, szebb életet, gyáváknak acélos bátor szívet, megtévedt lelkeknek igaz hitet. Hisz várjuk a megváltást, az újabb csodát, a szeretet, megértés szép zálogát, mert vágyjuk, hogy béke és boldogság töltse be világunk minden zugát. Viktor! Én is. Te mit? Észkérű koncertet? Én is. Na de miért nem szól? Hát, nem tudom. Be kell indítani. Hívjuk ide a zenekar? Aha, az jó lesz. Édesős! Észkérű! 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 Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a színpadon az Észkéri zenekar áll, és azért jöttünk, hogy egy óriási nagyon bulizunk együtt. Van kedvetek bulizni, gyerekek? Na akkor figyelj! Észkéri a házban, itt vagyunk, neked írtuk az összes dolog. A fekarak a tánc elragadozó, előre hátra tippi topogó. Vigyázz, itt robog a magó, az autópálya nem neki való. Annyi a dal, hogy alig fér a házba, de itt lesz mind, csak legyen a kirázza. Csapunk egy kacsot a csár, sohasa lesz gond a majomkodás. Pókember rendel, ha gáz van és hűlények vannak a házba. Itt cirkus csinál a közönség, anya pedig ügyes és milyen szép. A number van hős, az ős ember, aki nős és a mamut hurkáról énekel. Itt kiri a házban, itt tegesz, itt kiri a házban, így megyen. Itt kiri a házban, rögj jön a parti, itt kiri a házban, húzzuk el a parti. Itt kiri a házba, itt megyek, itt kiri a házba, rögjön a parti, itt kiri a házba, húzzuk meg a parti! Lejött az itt kiri a házba, mindenki bevonunk a tázba. A zenekar hangjegyet ebédet, sohasem mondjuk, hogy elég mert mikor a húrok közé csak a gitáros, az az újdültséggel határos. A tepőt szintjük, a basszus kipárt, a kedvünk király. Ha úgy akarjuk, törő a dolg. Ugye hallod? Kézbe veszünk a mikrofon, hogy mindenki hallja, amit a bácsi mond. Kinek a két füle között van a feje, annak a színpad előtt van a helye. Ha velünk vagy, hát kiabáld az, hogy éj, 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 éj. Itt kiri a házba, itt teges, itt kiri a házba, itt
legyen. Viszkiri a házban, mert jön a parti. Viszkiri a házban, húzzuk fel a parti. Viszkiri a házban, itt teges. Viszkiri a házban, tudod, itt megyesz. Viszkiri a házban, mert jön a parti. Viszkiri a házban, na figyelj! Ha velünk vagy, hát kiabáld az, hogy oh yeah. Oh yeah. Ha velünk vagy, hát kiabáld az, hogy yeah yeah. Yeah yeah. Ha velünk vagy, hát kiabáld az, hogy shubidubi. Ha velünk vagy, hát kiabáld az, hogy indul a buli. Integes, itt tegyes. Mert jön a parti. Húzzuk be a parti. Integes, tudom, itt tegyes. Mert jön a parti. Húzzuk be a parti. Buli is velünk. Haza sosem megyünk. Remek a hangulat. Rázd meg magad.